Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a női szakaszra. Szerda van, megint tanulunk. Már megint meglepő, hogy szerda van. Most visszatértünk így a sok tennivalóba. Ugye múlt héten Izraelbe voltunk. Akkor nem volt meglepő, hogy szerda van, mert nem volt annyira zsúfolt a hét, de most visszatértünk a zsúfolt mindennapokba, és akkor így újra meglepő, hogy szerda van, de örülök, hogy van az az egy nap, amikor muszáj leülni és valamit tanulni, mert így a biztos, hogy találkozunk. Mai napon az Elul hónapról szeretnék beszélni, és mesélni a terveimről a következő pár hónapra, vagy a következő évre, hogy mit is fogunk együtt tanulni. Szóval az Elul hónap az nemrég köszönt be. Ma van Elul 6-a. Úgyhogy még egy nagy része még előttünk van. És ez a hónap nagyon-nagyon különleges azért, mert készülünk a új évre, a Rosh Hashanára. És ez a készülődés, ez egy egész hónapon keresztül tart. Elul hónap, minden napja különleges, nem minden nap ünnep, de minden nap arra való, hogy készüljünk a Rosh Hashanára, az új évre. Hogyan készülünk? A sofárfújással. A sofárfújás, a sofár az egy olyan hang, ami kinyitja a szívünket az Isten felé, hogy tudjunk csuvát csinálni a következő évre. A csuva az magyarul a visszatérés, héberül is magyarul ugyanaz a szó töve, hogy arról szól, hogy valahova visszatérni. De hát, ha én sohasem voltam ennyire jó, akkor miért hívjuk ezt visszatérésnek, esetleg előrehaladásnak kéne hívni? Erre az a válasz, hogy a lelkemnek ez visszatérés, mert a lelkem nagyon magas szinten volt, mielőtt megszülettem. Igaz, hogy én még nem ismerem ezt a szintet, de a lelkemnek ez visszatérés arra a szintre, amire ő volt. És a sófár több oka van annak, hogy miért pont a sófár nyitja ki a szívünket erre a fontos feladatra. Az egyik magyarázat az, hogy a sofárfújás hasonlít egy kisbaba sírására, aki sír az anyukájáért. Hasonlóan mi is szeretnénk közelebb jutni az Istenhez. Ez az egész munka, amit csinálunk Elul hónapban, hasonlít egy emberre, akinek van egy boltja. És időről időre lezárja a boltot, és elszámol. Mi van, mi nincs, mennyi van, mennyi nincs, mi hiányzik, mennyit kerestem ebben az évben, mi az, amit jó, hogy eladunk, mi az, amit már nem kéne, mi az, amin jól keresünk, mi az, amin árat kéne emelni, vagy árat kéne engedni. Hasonlóképpen nekünk is van egy ilyen elszámolás, amit időről időre illik csinálni, és ez az Elul hónap pont erre való, mert ugye vége van az évnek, a zsidó évnek. Elszámolunk, hogy milyen éven volt, mi az, amit szeretnék hasonlóan csinálni jövőre, mi az, amit szeretnék változtatni jövőre. Főleg az Elulnak az utolsó 12 napja, hogy minden nap elszámolunk, vagy elgondolkodunk egy másik hónapról. Az első nap, Elul 18-án elgondolkodunk az első hónapról. Elul 19-én a második hónapról, Elul 20-án a harmadik hónapról, de addig is ebben a hangulatban vagyunk, hogy készülődünk az új évre, gondolkodunk arról, hogy hogyan tudunk jobbak lenni. Van egy különleges szokás, hogy Elul minden napján elmondunk 3 fejezetet a Zsoltárból, sorrend szerint Elul elsején 3 fejezet, Elul másodikán 4., 5., 6. fejezet, Elul harmadikán 7., 8., 9. fejezet, és ezt így fenntartjuk egészen Jom Kippurig, és akkor a Zsoltároknak a végét, ami megmaradt, azt mind Jom Kippur napján
Akinek sikerült ezt egész Jom Kipurig fenntartani, az megkeresheti a zsoltárok, a lubavicsi zsoltároknak az utolsó lapján, van egy ilyen kis táblázat, és akkor oda van írva, hogy Jom Kipurkor este egy pár fejezet, reggel egy pár fejezet, ima után egy pár fejezet, délután egy pár fejezet, és így, mire vége van a Jom Kipurnak, addigra már befejeztük elmondani az egész zsoltárt, úgyhogy ez is elul hónaphoz kapcsolódik. Ezen kívül hogyan tudunk készülődni, próbálunk minél több micvát csinálni, kicsit több pénzt adni adományba, ha van jámbor ember sírja a környéken, elmenni oda imádkozni, és ilyen dolgok. Most milyen hangulatban történik ez az egész? Van két hozzáállás, és azért fogom mind a két hozzáállást elmesélni, mert ugye általában nem szeretünk összehasonlítani, ugye tudjuk a nevelésben a gyerekeket sohasem jó összehasonlítani egymásokhoz, mert az nem hozza ki a legjobbat belőlük, de és így is van a Tórával, hogy igyekszünk nem összehasonlítani a hozzáállások között. De itt mind a két hozzáállás érdekes, és nagyon erős kontrasztba állnak egymással, és így érdekesebb a dolog. Az első hozzáállás az a régebbi hozzáállás volt, ami az elul hónapot egy kicsit ilyen félelmetes dolognak látta. Mint egy oroszlán, akit kiengedtek a ketrecből. Vagy mint egy bíró, aki most valamilyen döntést fog hozni a bíróságon, és mindenki rettegjünk és féljünk, mert jön a Rosh Hashanah, és a Rosh Hashanah napján az Isten el fogja dönteni, hogy kinek jut élet, és kinek nem, és kinek milyen éve legyen. Ez egy tényleg egy félelmetes dolog. Abban teljesen igaza van ennek a hozzáállásnak. Csak hogy mi hogy állunk hozzá ennek a nagy napnak? Lehet félelemmel hozzáállni, van mitől félni. Egy egész év most el lesz döntve Rosh Hashanah-kor, és ez a hónap, az elul hónap, az utolsó lehetőség, hogy megtérjünk, hogy átgondoljuk, hogy milyenek vagyunk, és hogy egy kicsit jobb állapotban jöjjünk el erre a nagy bíróságra. Ez tényleg egy komoly és félelmetes dolog. De aztán jött a haszidizmus. Egy pozitívabb hozzáállással. A haszidizmus az kicsit olyan, mintha egy sötét szobában ültünk volna, és akkor valaki csak felgyújtja a villanyt. Minden megmaradt, nem változtattunk meg semmit a zsidóságon, de minden sokkal fényesebb. A haszidizmus hozzáállása egy sok szeretet és egy közeli kapcsolatról szól az Istennel. A haszidizmus hozzáállása az egy történeten keresztül történik, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. És ez a király palotájában lakott. És aki szeretett volna eljönni a királyhoz beszélni, annak sorba kellett állni, és sok ideig várni, és egy nagy szobából a másik szobába menni, és készülődni, és mire bejut a királyhoz végre, meg tudja kérni a királytól azt, amire szüksége van. De egyszer a király kijött a mezőbe, az emberekhez. És akkor jöttek az emberek a királyhoz, és ott volt a király, és lehetett hozzá jönni, és mindenkihez mosolygott, és szívesen fogadta az embereket, és meghallgatott mindenkit, a kéréseit, és mindenkinek igyekezett segíteni. Ilyen az elul hónap. Az egész évben a király, az Isten a palotában van. Van egy rend, hogy lehet hozzá eljutni. De az elul hónap az más. Az elul hónap az, amikor a király kijön a mezőbe. Héberül, ha melech baszade. A király kijön a mezőbe, az Isten kijön a virtuális, spirituális mezőbe, vagyis elérhetőbb az emberek számára. És ilyenkor, amikor csuvát csinálunk, amikor megtérünk, akkor ez arról szól, hogy az Isten sokkal közelebb áll hozzánk, és vár ránk, és meghallgat minket, sokkal könnyebb elérni hozzá,
mint az év másik hónapjaiban. És ezért mi igyekszünk kihasználni ezt a lehetőséget, közelebb jutni az Istenhez, és megbeszélni vele, hogy mik azok a dolgok, amiket mi szeretnénk a következő évre kérni. Úgyhogy mind a két hozzáállás él. Egy oldalt az is igaz, hogy egy elég nagy, komoly nap előtt állunk, és arra készülődünk. Ugyanakkor az is igaz, hogy a király most mosolyogva fogad mindenkit, és sokkal közelebb áll hozzánk, és ezért sokkal könnyebb tőle kérni dolgokat, amire szükségünk van. Úgyhogy ebben a hónapban használjuk ki a lehetőséget készülődni a szívünkben a következő évre, és átgondolni, hogy mi az, amit szeretnénk kérni. Ugyanakkor, mint nők, muszáj hozzátennem, hogy nálunk az ima kicsit máshogy néz ki, mint a férfiaknál. Mi nem szoktunk minden reggel eljönni a zsinagógában. És ha már a királyról és a palotáról beszéltünk, akkor képzeljétek el, hogy ott áll a király, és fogadja az embereket, egymás után jönnek kérni tőle mindenfélét, és hirtelen megérkezik a kis hercegnek a dajkája. És azt mondja a király, mit csinálsz itt? Hát én is jöttem kérni a királytól, de hát ha te itt vagy, akkor ki van a gyerekkel? Nincsen semmi fontosabb annál, hogy vigyázz én kisfiamra, a hercegre. Menjél csak vissza, majd én odaadok neked bármit, amit kérsz, csak ne a gyerek vigyázása helyett gyere el hozzám. Nekünk is, akiknek vannak kis gyerekei, a mi legfontosabb feladatunk a világon, az a mi gyerekeink, és hogyha a gyerekek miatt nem érünk rá hosszadalmasan imádkozni, az teljesen rendben van, mert amikor mi kérünk valamit, akkor az olyan, mint a királynak a dajkája. Elég, hogy röviden elmondja, de legalább a király tudja, hogy ott volt valaki a kis herceggel is vigyázott rá. Ezért mi is vigyázzunk és ápoljuk a kis hercegeinket, és abban a pár percben, amiben találunk egy pár percet, hogy mi is tudunk fordulni az Istenhez, az nekünk úgy számít, mintha egy hosszú imát elmondtunk volna. Megtérésről beszélve van egy nagyon érdekes történet a Talmudban, amit gondoltam, hogy megosztok veletek. Először is tudni kell, hogy a megtérés az egy nagyon különleges dolog, ami egy ilyen lehetőség, amit az Isten ad nekünk, hogy ha nem helyesen viselkedtünk, akkor utána meg tudjuk javítani azt. Most ehhez rengeteg türelem kell. Én látom a saját gyerekeimmel, hogy néha elfogy a türelmem, és valahonnan nagyon mélyről kell új türelmet szerezni. Az Isten sokkal-sokkal türelmesebb velünk, de nekünk is igyekezni kell ezt továbbadni. Főleg azért, mert a gyerekek, mivel mi, mint szülők, iránymutató emberek vagyunk az ő életükbe, és az Isten is egyfajta iránymutató, ezért azt látjuk a tapasztalatból, hogy sokszor a gyerekek, ahogy a szüleikhez viszonyulnak, ugyanúgy képzelik el az Istent. Hogyha a szülő rettenetesen szigorú, akkor ők az Istent rettenetesen szigorúnak képzelik el. Ha a szülő túl engedékeny, akkor ők az Istent is nagyon engedékenynek képzelik el. Tehát nagyon fontos szülőként, hogy a gyerek javáért is, meg emiatt is, hogy fenntartjuk azt az egyensúlyt, hogy tényleg pozitívan, de meglegyenek a határok. Amikor a gyerekeim már nagyon sok türelmet várnak el tőlem, akkor szoktam mondani magamnak, hogy ugyanúgy, ahogy az Isten végtelen türelemmel van velünk, és mindig újra és újra megbocsájt nekünk mindenféléket, amit csinálunk, akkor nekünk is igyekezni kell a saját gyerekeinkkel, de legalább elmondom nekik, hogy én csak azért bocsájtom meg, nem azért, mert harmadjára ugyanazt csináltad, és még egyszer elhiszem, hogy már nem fogod megint csinálni, hanem csak azért, mert én is igyekszek ugyanazt a lehetőséget megadni neked a visszatérésre, mint ahogy az Isten szokott. Ezzel kapcsolatban
azt kell tudni, hogy az Isten mindig megad lehetőséget megbocsátásra, de szerepel a Talmudban egy olyan dolog, vagy nem, ez a vagy a Talmudban, vagy a Misnában, most nem emlékszem pontosan a forrásra, de az a lényeg, hogy ennek a nagyon gyönyörű, türelmes dolognak van egy kivétele. És a kivétel az, hogy ha valaki azt mondja, hogy majd én elkövetek egy bűnt, és akkor úgy is utána vissza tudok térni, akkor bűnözök, és majd visszatérek. Bűnözök, és visszatérek. Bűnözök, és visszatérek. Itt már az Isten nem fogja megengedni bűnözni és visszatérni. Mert nem az a lényeg a visszatérésnek, hogy direkt bűnözök azért, hogy visszatérhessek, hanem csak akkor, ha tényleg hiba, vagy egy valamilyen gyengeség miatt követtem el egy bűnt, és utána tényleg mondom, hogy hú, nem kellett volna, akkor megbocsájt. De ha még a bűncselekmény előtt már eldöntöttem, hogy semmi gond, majd utána visszatérek, úgyse fog számítani, ott már van kivétel. Azt már nem engedi az Isten. Itt van a határ. Ezzel kapcsolatban van a Talmudban egy történet, egy nagyon nagy talmudi bölcsről, aki valami nagyon rosszat elkövetett, most nem emlékszem, hogy mi, de az a lényeg, hogy átlépett valamilyen piros vonalon, hasonlóképpen, mint ez a szituáció, és hallott egy isteni hangot, aki azt mondta, hogy mindenki tud csúvát csinálni, mindenki tud visszatérni, kivéve Acher, kivéve ez a másik ember. És akkor ő megértette, hogy neki már nincsen esélye, és elhagyta a zsidóságot, még nagyon szeretett Tórát tanulni, és ezért továbbra is tanított, meg tanított, de a micvákat már nem tartotta be. Egyik szombaton sétált az egyik diákjával, és beszéltek a Tóra tanulásba. És úgy sétáltak, hogy a diák vallásos zsidóként gyalog sétált. Ő pedig egy szamáron, vagy valamilyen állaton ült, mert hogy ő nem tartotta be a micvákat. És mentek, 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 és elkezdtek sétálni a városon kifele. Most van egy olyan pont, kilométerekben nem tudom, de meg van szabva, hogy szombaton mennyire szabad eltávolodni egy várostól. Tehát ha van két város között nagyon sok üres kilométer, akkor nem lehet ezt az egész utat megtenni szombaton, még gyalog se. Ez több óra séta lenne. És sétáltak, sétáltak mondjuk egy-két órán keresztül, és akkor volt egy pont, amikor azt mondta ez a bölcs a tanítványának, fordulj vissza. Azt mondja, miért? Azt mondja, mert ideáig szabad szombaton gyalogolni, számoltam a lépéseinket, miközben tanultunk, és hogyha te tovább fogsz jönni velem, akkor meg fogod szegni a szombatot. Wow, mondja a tanítvány, hát akkor uram, rabbi, hát akkor esetleg te is be tudnál tartani a micvákat, és mondta, hogy nem, sajnos, nekem már nincsen erre lehetőségem. És így távoztak el egymástól. Később jöttek a kommentátorok, és magyarázták, hogy az Acher, ez a rabbi, kicsit félreértette azt, amit mondott az isteni hang. Mert hogy nem róla volt szó, hanem az ő rossz ösztönéről. Ő vissza tudott volna térni, ez egy félreértés volt. De ennek a történetnek az a tanulsága, hogy lehet látni, hogy az Istennek mennyi sok türelme van, hogy még nagyon-nagyon messze kell eljutni ahhoz, hogy eljussunk egy olyan pontig, ahol hivatalosan nem lehetne visszatérni, de még ezen a ponton is kiderül, hogy ott is lehetett volna módja visszatérni. Úgyhogy mindannyiunk biztos tudunk találni az életünkbe javítani valót az új év előtt, és tudni, hogy soha sincs késő ehhez. Nincs egy olyan ember, aki már feladhatja a reményt. Ha az Achernak is hiba volt az, hogy elfogadta az ő helyzetét, és nem próbált visszafordulni,
akkor biztos és biztos, hogy nekem és nektek sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint az Acher, és biztos, hogy mi is javítani tudunk. Nincs egy olyan kor, ami túl késő, nincsen egy olyan dolog, ami lehetetlen, mindenen lehet javítani és jobbak lenni, és hogyha van valami, ami nagyon nagy, és nem tudom elképzelni, hogy az egészet be tudom tartani, akkor legalább válasszunk egy kis valamit. Mondjuk, lehet, hogy a szombattartás az kicsit félelmetes, akkor legalább péntek este gyújtsunk gyertyát. Nézzük meg, hogy hány órákor kell gyújtani. Nagyon fontos, hogy ne gyújtsunk később. Hány órakor kell gyújtani, vagy egy pár perccel előtte. Legalább a sábeszi gyertyákat gyújtsuk meg. Vagy kóserság, akkor legalább kóser húst tegyünk. Legalább vegyük külön a húst és a tejt. Valamilyen kis lépést tegyünk a zsidósággal kapcsolatban, Elul hónap alkalmából úgymond, hogy ez a hónap, amikor próbálunk javítani és jobbak lenni, hogy úgy jöjjünk az új évre a legjobb formában. Ez a mai tanítás az Elul hónappal kapcsolatban. Most gondoltam, hogy elmesélem nektek, hogy mik a tervek a következő, úgymond új évre, nagyjából ugye most kezdődik lassan egy új év, legalábbis a zsidó naptár szerint. Amint említettem, azok, akik már nagyon rég itt vannak, azok emlékeznek, hogy régen voltak ilyen dúsabb óráim, és most inkább ilyen elbeszélgetős, hogy mesélek dolgokról. És ez azért történt, mert 9 hónappal ezelőtt megszületett a kisfiam, és akkor már nem volt időm így készülni komolyabb órákra. És akkor mondtam, hogy inkább tartsuk meg az órát, akkor is, ha kicsit lájtosabb lesz. Most, hogy már elérte a 9 hónapot, már ideje van egy kicsit visszamenni a komolyabb témákba, mert szerintem a mindennapi dolgokat, meg a zsidó évet már nagyjából megbeszéltük. Úgyhogy most vettem egy könyvet, ami erre való, hogy tanuljunk belőle, és ez különlegesen nőknek szól, tehát olyan témák, amik relevánsak, meg érdekes, meg valahogy kapcsolódnak a nőkhöz. Ez a könyv az atyák tanításaiból vesz valamilyen tanításokat, de olyanokat, amik valahogy vonatkoznak a nőkhöz. Ezért a könyvet úgy hívták, hogy anyák tanításai, ami egy ilyen szójáték, úgyhogy ezt a könyvet fogjuk tanulni. Majd írjatok, hogy szerintetek hívjam én is magyarul anyák tanításai, vagy atyák anyás tanításai, vagy ha van más ötletetek, ez egy úgymond új sorozat, ami most kezdődni fog. És remélhetőleg jövő héten már kezdeni is fogjuk. Remélem, hogy mindannyian élvezni fogjuk, én is, meg ti is, hogy érdekes legyen és tanulságos. Szerintem lesz ott új ötlet, új gondolatok, amik gondoltatók lesznek. Úgyhogy remélem, hogy nagyon jó lesz, és várok mindenkit jövő héten, és ha van ötletetek, hogy hívjuk ezt az új sorozatot, akkor írjatok privátba, és majd kitaláljuk, hogy anyák tanításai, vagy valami más legyen a neve, és akkor várok mindenkit szeretettel jövő héten.